A Geszterédi Általános Iskola tornaterme több mint 30 éve épült, korábban gépszínként üzemelt. Legutóbb a 70-es években újították fel. Az intézmény még tavaly nyerte a pályázatot, a felújítási munkálatokat ebben az évben sikerült megvalósítaniuk. 13,5 millió forintot nyertünk az államtól. Mi még azt kiegészítettük 2,5-3 millió forinttal, a külső szigetelést, a külső vakolatot, homlokzatot, a tetőszerkezetet lecseréltük, tetőszigetelést csináltunk, belső fűtési rendszereknek az átalakítását csináltuk, festések vannak, és teljes a világítási rendszereket is felújítottuk benne. A korszerűsítésre nagy szüksége volt Geszterédnek, a tornateremben az elavult nyilázárók miatt szellőztetni sem tudtak. Mivel a testnevelés órák száma is nagy mértékben megemelkedett, és 30 testnevelés óra van az intézményünkben, tehát nagy szükség volt rá, hogy tudjuk használni, mert van olyan helyzet, hogy két osztálynak is kell használni egyszer a tornatermet. Tehát most lehetőség nyílik arra, hogy a funkcióját be tudja tölteni a tornaterem, felújulva, külsőleg, belsőleg, szigetelve, tehát energiatakarékosan fog működni ezt követően. És a következőkben az a célunk, hogy ez a szép tornaterem után az intézmény is felújuljon. Az iskola főszárnya még 1958-ban épült. A tankerület iskolái közül ez az intézmény szorul leginkább felújításra, tette hozzá az intézményvezető.